Ezek a felvételek tavaly szeptemberben készültek Tisza-Csécsén. Jól látszik, hogy a gát magasítása és a koronájának kialakítása még folyamatban volt. Ezeken a képeken pedig már az látszik, hogy a munkálatok elkészültek, a gátak teljes egészében megújultak, és a magasítás mellett a töltések új koronaburkolatot is kaptak. Itt átlagosan 1 méter 70 cm-rel magasodott a korábbi meglévő töltésünk, teljes hosszban 3 méter széles aszfaltburkolatot takar. Maga a beruházás az része a vízügyi ágazatnak a fejlesztési koncepciójának, tehát úgy is mondhatjuk az első lépcsőfoka, ami arra hivatott, hogy a Felső-Tisza árvízi biztonságát megteremtse. A projekt záró rendezvényét Kisaron tartották hétfőn, melyen Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója elmondta, az ország egyik legveszélyeztetettebb árvízvédelmi területét tette biztonságosabbá a beruházás. Ez az egyik legveszélyeztetettebb területünk, éppen azért, mert az időelőny, ami rendelkezésre áll árvízkor, az nagyon rövid. Tehát itt a műveknek kimondottan biztonságosaknak kell lenni, mert nincs időnk védekezni se sokszor. Ennek a projektnek a keretében az egyik töltésszakaszt a Batár és a Tisza mentén erősítettük meg kellő biztonságúra, és az ezzel járó létesítmények is felújításra kerültek, gátőrház épült, új monitoringállomások is épültek ebből a forrásból, és ez azért örömteli, mert ez az egyik legveszélyesebb szakasz, hiszen az államhatáron közvetlenül első kézből kell védekezni Magyarországon, tehát ez nagyon fontos területe a magyar árvízvédelemnek. A főigazgató elmondta, ez a beruházás 3 év alatt valósult meg, de további fejlesztésekre is szükség van. Többek között a Tivadari híd átépítése és a turmenti töltés erősítése is a következő 10 év fejlesztési terveinek a része.